Bemutatkozik a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Első István Szakképzőiskola, amely remek lehetőséget kínál a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok számára. Az oktatási intézmény olyan szakmák tanulására ad lehetőséget, amelyek keresettek a munkaerőpiacon. 24-25-ös tanévben így gépészet ágazatra, építőipar ágazatra és kereskedelem ágazatra várjuk a tanulók jelentkezését. Gondolom, jó lenne, ha elmondanám, hogy a gépészet ágazatból milyen szakmákat lehet megszerezni a tanulóknak. A gépészet ágazatba a későbbiekben hegesztők és épület- és szerkezetlakatosok tudnak lenni a tanulóink. Az építőipar ágazatban festőmázoló szakmát tudnak szerezni, köműves, ács és burkoló szakmát. A kereskedelem ágazatban pedig kereskedelmi értékesítő szakmát tudnak szerezni tanulóink. Az iskola gazdag szakképzési kínálattal rendelkezik, ami rengeteg előnnyel jár. Iskolánk a 3 éves szakmára várja a tanulókat. Ez azt jelenti, hogy 8. után egy 3 éves képzésbe vesznek a részt a tanulók, ahol az első év végén egy ágazati alapvizsgát tesznek. Majd a sikeres ágazati alapvizsga után a duális képzésben vesznek részt, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápolunk a cégekkel. Ez azt jelenti, hogy első évben 9. ösztöndíjban részesülnek a tanulóink, majd 10. évfolyamtól kezdődően munkaszerződést kötnek a duális képzőkkel, így már munkabért fognak kapni, ami jelenleg minimum bruttó 100 000 forint. Majd 10-11-ben, tehát minden hónapban munkabért kapnak, mert hogy munkaszerződést kötnek a cégekkel, és a 11. után, a sikeres szakmai vizsga letétele után egy egyszeri pályakezdési juttatáshoz van lehetőség hozzájutni a tanulóknak, ami akár elérheti a 300 000 forintot is. A Paksi Első István azon iskolák közé tartozik, amely viszonylag kisebb létszámmal működik. Mi egy családias légkörű iskola vagyunk, viszonylag kis létszámú tanulócsoportokkal dolgozunk, ezáltal tudjuk biztosítani a tanulóknak az egyéni tanulási utat. Mindenkire egyére szabott tanulási utat biztosítunk, és kiváló oktatókkal hozzuk ezt ki a tanulókból, a maximális tudást, illetve felkészítjük az életre. Egy használható tudást biztosítunk mindenki számára. Egy csodálatos környezetbe helyezkedik el az iskolánk. Ez egykor egy kúria épülete volt. Aztán itt a parkosított részt is, aki erre jár, az mindenki megcsodálja. Valahol itt azt érzi az ember, hogy amikor megérkezik, akkor megjött a nyugalom szigetére. Ugyanakkor, amikor hazamegy, akkor fejlődött, hiszen a tudást azt azért nap mint nap is érezzük, és magabiztossá válunk tőle. Aztán a munkaerőpiaci visszacsatolások is azt igazolják, hogy jó helyen vannak a gyerekek, és fejlődnek, és sikeresek tudnak lenni a munkaerőpiacon. Az igazgató hozzátette, hogy az oktatás minden körülmények között személyre szabott. Én nagyon nagy hangsúlyt fordítok arra, hogy nálunk ne a frontális oktatásba dolgozzunk mi kollégák, hanem tényleg a gyerekeket úgy fejlesszük, hogy az egyéni képességeiknek megfelelően és a maximumot hozzuk ki a gyerekekből. Hisszük azt, hogy minden gyerek tehetséges, mindenkibe van valami olyan érték, amivel ő hasznos tagja tud lenni a társadalomnak. Nekünk pedagógusoknak, oktatóknak és iskolának az a dolgunk, hogy a tanulókat eljuttassuk a munkaerőpiacra, és úgy, hogy ott megállják a helyüket. Hiszem azt, hogy egy tanuló akkor lesz jó akkor lesz igazán értékes a munkaerőpiacon, ha szívvel, lélekkel csinálja azt a szakmát, amit ő tanult. És ott is rengeteget tud majd fejlődni. A térség vállalkozásaival rendkívül szoros együttműködésben áll, így a duális képzés feltételei adottak, tehát jó eséllyel lehet szert tenni vállalati környezetben szakmai gyakorlatra is. Általános iskola elvégzése után szakmát kellett választanom, aztán először a rajzokkal próbálkoztam valamit kezdeni, ez sajnos nem vált be, és mivel apukám is hegesztő, én ez először annak tanultam itt. A festőszakmát, ez a másodszakmának kezdtem el most a festőt itt tanulni, de nagyon élvezem, mert úgy érzem, hogy a kreativitásomat azt itt valamilyen formában ki tudom élni. Különböző festőmunkákkal, díszítőmunkákkal, mázolásokkal, tapétázásokkal. Ez az iskola szerintem kellően meg tudja tanítani azokat az alap
dolgokat, technikákat, amiket a közeljövőben, vagy akár a távoli jövőben fejleszteni lehet, továbbadni, vagy akár oktatni. És ez a duális képzés, amiben jelenleg benne vagyunk, ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy rálássunk a különböző nehézségű festőmunkákra, a folyamatokra, és kellőképpen ki is tanítanak minket. Az orientációs évfolyamokba járókat az egyéni tanulási utak pedagógiájával, személyes pályaorientációval és életpálya tanácsadással segítik, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb utat. Itt a Paksi Első István szakképzőiskolába járok, ahol egyelőre a 8. évfolyamat rakom le. Utána a szobafestőt fogok tanulni részszakmába, utána meg fogok tovább tudni menni hegesztői szakra. Az intézményben a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntenek, felvételi vizsga pedig nincsen.